Az elmúlt 5 évben Budapest főváros támogatásával több szakaszban valósult meg a József Attila Színház teljes körű felújítása. Szalai Bobrovnicki Alexandra főpolgármester helyettes a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a főváros 2013-ban 250 millió forintot szavazott meg a színház felújítására 3 éves ütemezésben. A felújítás szükségszerű volt, hiszen 1984 óta semmilyen beruházás nem történt a József Attila Színházban, ahol a színpadtechnika, a művészöltözők, az irodaépület, az előcsarnok is megújult, és a fűtést is korszerűsítették. Akadálymentesítettük a házunkat, egy rámpát készítettünk, amivel mozgáskorlátozottak is látogatni tudják az előadásainkat, és ebben az évben igazából a legnagyobb felújítás a külső homlokzat jelentette. Leszigeteltük a házat, és kapott egy új dizájnt az épület, és nagyon sok olyan praktikus dolgot végeztünk el, például ennek a üvegportálnak a kicserélése szintén fontos dolog volt, hisz már rossz állapotban volt maga az előcsarnoki rész, tehát az előcsarnokunkat is teljesen felújítottuk. A lapos tetőt, amivel rendelkezünk, leszigetelhettük, ami szintén fontos része volt a felújításunknak. És hát belül a színház nagyon sok része megújulhatott, a nézőtéri székeket kicseréltük, és ha bemegyünk az épületbe, akkor láthatjuk, hogy az előcsarnok sokkal világosabb, tágasabb lett. És ami nagyon fontos, hogy az összes nyilászárót kicseréltük az épületen, ami azért is fontos, mert ezek fa nyilászárók voltak, és bizony már az utcát fűtöttük. Itt is egy büfét alakítottunk, itt régebben egy ruhatár volt, tehát sokkal tágasabb és világosabb lett az épületünk, és amire most büszkék vagyunk, hogy egy kávéházat is tudtunk nyitni. A kávéház nem csak kávéház, hanem egyben a színháznak egy pici múzeuma is, hisz nagyon sok relikviát tudunk ezekben a vitrénekben kiállítani, és több olyan személyes tárgy is helyet kapott, ami a nagy színészeink használati tárgyai, vagy személyes tárgyai voltak. És hát alkalmas a terem arra is, hogy kamera előadásokat, önálló esteket, felolvasó színházi estet rendezhessünk. 50 nézőt tudunk ezen a helyen fogadni. Csak nyáron dolgoztunk, tehát egy nagyon, nagyon komoly előkészületi munkát igényelt tőlünk is, és a fővárostól is, hogy úgy ütemezzük a munkálatokat, hogy az évad kezdése előtt be tudjuk fejezni azokat a munkákat, amit elterveztünk.